Veszprém megye fejlesztésének megalapozása címmel fórumot tartott a megyei önkormányzat a 2014-től 20-ig tartó uniós költségvetési ciklus pályázati előkészítéséről. A rendezvényen Porga Gyula megyeszékhely polgármestere köszöntötte a megjelent településvezetőket és a tervezéssel foglalkozó szakembereket. A program létrehozásáról a megyei főjegyző beszélt. Elmondta, hogy az önkormányzat áprilisi ülésén tovább tervezésre alkalmasnak minősítette a munkaközi anyagot. Eddig alapvetően a gazdaságfejlesztési rész dokumentumot tudtuk bemutatni, illetve több konzultációt folytattunk a térség önkormányzataival, vállalkozásaival, társadalmi szervezeteivel, már akit elértünk, illetve aki megkeresett minket. Nagyon sokszínű munka ment végbe, és gyakorlatilag a mai napon a mostani készültségnek megfelelően mutatjuk be azt a program javaslatot vagy tervezetet, amit az adott térségben most tervezői szinten javasolunk. A megbeszélésen a majdani pályázati rendszer helyi alapját jelentő dokumentumot és a járási szintű előzetes részprogramot a vezető tervező mutatta be a jelenlévőknek. A megye önkormányzata a nyár elején véglegesítheti ezeket, utána kerül a minisztériumba. Azért fontosak a Veszprémihez hasonló egyeztetések, mert csak akkor nyerhet egy-egy pályázati ötlet forrást, ha megvalósítandó cél illeszkedik a megyei és az országos operatív programokhoz. Várhatóan az ősszel írják ki az első pályázatokat. A pályázat kiírási rendszer az ugye gyakorlatilag az országos operatív programok elfogadásától, illetve brüsszeli jóváhagyásától függ. Ugye ezek között szerepel a területfejlesztési operatív program, ami ugye a területi tervezés számára érdekes. Itt a lényeg, illetve a kapcsolódási pont az az, hogy a megyei tervdokumentumoknak akkor lesz gyakorlatilag megvalósító ereje, hogyha az országos operatív programnak a céljaival összhangban vannak gyakorlatilag. Magyarul az elkészült, megyei szinten elkészült dokumentumok alapján tudnak természetesen majd a pályázók projektekre gyakorlatilag támogatási forráshoz jutni, de csak abban az esetben, hogyha ezek megfelelnek az országos területi fejlesztési operatív programban rögzített prioritásoknak. A tavaly megfogalmazott kormányhatározat értelmében az előttünk álló 7 éves ciklusban a Balaton-Almádi járás területére saját keretként 1,6 milliárd forint áll rendelkezésre. A jelenlegi állapot szerint 77 projektjavaslat érkezett a tervezőkhöz a térség önkormányzataitól, vállalkozóitól.